Hát egy nagyon szép gyerekkorom volt, viszonylag egy ideig. Hát aztán már csonyultak a dolgok a viszonyokhoz képest. De úgy nagy kertes házban laktunk, egy másfél holdas parkunk volt, nagy ház, nagy kert. Bécsbe születtem, a szüleim kint éltek egy ideig, és akkor ott voltam. Ahol is emlékszem a bécsi koromra, viszonylag, és akkor úgy 4 éves korom körül jöttünk haza, és akkor nagy magyar voltam, és mondtam, magár ember vágok. Nem tudtak erről lebeszélni, hogy magyar ember vagy, na magár ember vágok. Tudtam kimondani. Emlékszem, 10 éves voltam, amikor gimnazista lettem a Szent László gimnáziumban, az ilyen nagyon szigorú gimnázium volt, és a tanár bekérdezte édesanyámat, hogy Dorog, gyerek miért ilyen? Nagyon jó, túl jó gyerek vagyok. Hát persze, mert magántanuló voltam egy részben, és akkor megszoktam, hogy meg iskola volt, és nagyon tetszett nekem, nem azt mondták, hogy megmondanak, meg bepanaszolnak, hanem beadlak. Hát ez nagyon előkelően hangzott nekem, beadlak a tanár úrnak. Ez nagyon komoly iskola lett, ahol nem azt mondják, megmondalak, hanem beadlak. Hát ez olyan komoly volt, hogy el sem mertem menni az osztályba. Én magyar németül beszéltem, hát már amit egy gyerek beszélhetett, és magyarul nem tudtam. Tehát akartam, apám akarta, hogy meg hogy franciául is beszélgettek velem. Én egyetlen gyermekded voltam. Én nagyapám zongoroművész akart lenni, de nagy kereskedő lett, mert a szülei tönkrementek, és akkor azt abba kellett hagyni, és akkor egy nagyon gazdag ember lett azonban. Adományozott dísérhelyben nyugszik is. Mikor a nagyanyám meghalt, akkor meg azt írták, hogy meghalt Győr utolsó nagyasszonya. Hát ez a nagyszonya, anyai nagyszüleim. Egyébként is olyan nagypolgárok, vagy polgárok, erősen polgárok, szóval a felső polgárok. Apám 11 gyerekes családból való, 11 gyerek, kocsmájuk volt, szegénységben éltek, úgyhogy ő önmagától lett, ami lett, nagyon jómódú ember lett ő belőle is. Hát aztán repült minden, amit elvesztett, amit nyertünk, azt elvesztettek majdnem minden. Szegény anyám, mindig arra emlékszem, hogy mikor jött a nyilas uralom, akkor lógoktatta, hogy beadtunk aranyat, mint amint 20 dekát, 10 dekát, mert volt nálunk házkutatás is. Akkor meg jöttek a komoly, és akkor ugyancsak lobogtatta anyám, beadtunk másik 20 dekát. Én csak azon rögtem, anyám mindig magánál tartottatta a beadást. Cédő lát, hogy itt is beadott, ott is beadott. Hát de nem, ezt se csinál, csak beadott. Hát ez a humoral résznek, egyébként van egy nem humoral résznek, hát egy egész más kérdés. 43-ban bevonultam munkaszolgálatosnak. És emlékszem a vásárhelyi, hódmezővásárhelyi Vágóhídon aludtunk. Onnan mentünk a délvidékre, Kabolba. Az nagyon szörnyű volt. Most ne értsen félre, nem az, hogy a munka volt szörnyű, hanem a millió, a kivetettség, az, hogy bármikor agyon lőhetnek, ahogy tetszik, és lőtek is agyon. Nálunk ott az a század nem, de körülöttünk végig volt. Mire Pestre jöttem, addigra már nyilasok átvették a hatalmat részbe, én meg elmentem egy templomtörőmbe, és ott találkoztam a szüleimmel. Apámat onnan elvitték, akkor mondták, hogy én nekem is el kell menni, és akkor elvitték. És akkor topozékoltam, hogy nem megyek el. Mondtam, hogy anyám és apám is el kell menni, nincs mese. Hova? Hova vitték? Hova akarták elvinni? Hát a Józsefvárosi pályaudvarra, és akkor onnan kivittek Berlinbe. December 1-én vagonyíroztak be, és 10-én érkeztünk Berlinbe. 10 napig együtt voltunk, egy csomóan meghaltak a vagomba, és a 10 napig étlen szomjan voltunk, kész. Megérkeztünk, ki volt írva, hogy Krakfeldfire, de hogy a munka az nem esik, hogy szabaddá tesz. Voltak olyan hírek már a vagomba, hogy megsemmisítő tábor van Németországban, és oda fognak engem biztos vinni, és akkor megláttam, hogy ezt a feliratot, akkor láttam, hogy ez tényleg megsemmisítő tábor lesz. Láttam az SS-eket, adtam fölgomra a fegyverrel, láttam, hogy itt mi lesz. És a barátom, az az érdekes, hogy volt egy barátom a munkaszolgálatban, az volt a vöröskeresztes, ezt ki lehet nevezve a vöröskeresztes. Egyébként orvosprofesszor és lett is akadémikus. És ő az apjával, mi elváltunk, hát ő mindenki megy, amerre akar, és akkor ott véletlenül a Józsefvárosi pályaudvarban újra találkoztunk a papájával. És egy vagonban szálltunk be. Úgyhogy ez egy örökös barátsága fajult, vagy maradt. Beszéltem ott egy norvég diákokkal, egyetemistákkal, akiket szintén deportáltak. Azt mondták, hogy mondjuk azt, hogy lakatosok vagyunk. Mert akkor úgy néz ki, hogy megmentettük az életünket, mert lakatosok most kellenek. Elvittek bennünket a Heinkel repülőgépgyárba, ami a néhány kilométerre volt onnan.
ott viszonylag jó dolgunk volt, mert csak reszelni kellett. Viszont az SS jött közöttünk egy farkaskutyával, és jött állandóan körbe. Csak az volt érdekes, amikor kivittek bennünket a Heinkel repülőgépgyárba, hogy gyalog mentünk kifelé egy ideig, és volt egy nagymama külsői néni, és körülbelül 8 és 10 éves kislányok ilyen kalappal, ilyen vizével jönnek, hogy akart jönni a járdáról, és akkor visszahúztak, hogy te jó Isten, ezek a rabok, mert akkor már csikos ruhában voltunk. Mondtam, te jó Isten. És én láttam ilyen rabokat Kőbányán, a fegyházból, ahogy jöttek kocsiba, vitték őket, és jöttek. Mondtam, hogy én is így néztem, és úgy kicsit hátrább húzódtam, most velem tizsálják ezt, ők húzódnak hátrább. Ez egy érdekes jelenség volt. Akkor bekerültünk újra a központi lágerbe, ahonnan elvittek, ahova érkeztünk. És a barátom, az papája megkapta, kapott munkahelyet a lágerem belül, de én még nem. És kezdve nagyon ideges lenni, hogy akkor nem kapok munkahelyet ott, mert akkor már furcsa idők voltak, április volt. És féltem, hogy gázba kerülök, mikor fürödtünk, mert minden héten végén zuhanyozás volt, és mindig mondtuk azt, hogy a gáz vagy, vagy vízen, és akkor az öregek mondták, hogy nem illik viccelni. Mert hát egy halál nem illik viccelni. Hát mi azért nem vicceltünk, de szóval láger hangulat. Azt sem fogom elfelejteni, a láger első napján megbelülünk, ahol laktunk, egy ilyen barakba, és kenyér, volt kenyér, és morzsa volt ott, és én el akartam így söpölni, egy tisztességes ember vagyok. Refogja a kezemet egy idős bácsi. Ez kalória, édes fiam. Úgy megdöbbentem, hum vagyok, ennyire, hát ez nem, és visszasöpörte, és megmondta, így kell enni. Belga belügyminiszter volt. Mit kaptak enni? Hát ilyen répás lét. Répa volt benne, vagy lé volt benne, már semmi. Egész szóval nem úgy, hogy hús meg mit tudom, szóval ilyen lé. Egész napra? Egy napra, igen. És ilyen volt olyan kenyérném, de úgy szétmozsodott, hogy rögtön ilyen morzsává vált. Nem volt munkahelyem, és féltem a munkahelyem, nincs, azt mondják, hogy gázba vagy valahol agyonlövik, hogy fölösleges. És akkor egyszer csak szólnak nekem, hogy menjek oda dolgozni, abban a barakban ott van egy DAV, a Deutsche Ausrüstungswerke, az azt jelenti, hogy német felszerelések gyára, hadifelszerelések gyára. De az egy badarak volt. Ilyen gépekkel, marógépekkel, esztelik a padokkal. Nagyon jó is lehet. Azt hiszik, hogy lakatos vagyok. Annyira fogok esztergálni. De a barátom kapott helyet a papájával is, mit tudom én hol, de ott nem kellett esztergálni. És akkor mondott egy ilyen fogolyvezető, fogoly volt, de ott műhelyzet vezető mi volt, hogy majd én megtanítalak, ne izgulj. Már mondtam, hogy mit kellett csinálni. De talán annak köszönhetem, hogy kedvesek voltak viszonylag hozzám, mert hát németül beszélünk, és megcsapatta a fülüket, hogy ez nem egy olyan német, hanem amikor várnak másokat. Bár én nem a németet beszéltem, a nagy németet, én az osztrák németet beszéltem másként. És akkor eltett két nap, mondtatta így, megmutatta úgy, és akkor jött, hogy sorakozó, április 20-a körül sorba álltunk, és még a délutáni órák folyamán elindult a század. Az egész láger jött ki, de nem tudjuk, hogy kiürítés, vagy csak áthelyezés. Akkor elindultunk, század, és akkor kb. 300 km, 200 km mentünk gyalog. Egyszer volt egy pihenő, ez volt az úgynevezett Todesmarsch, halálmarsch. Utolsó sort lőtték, megmondták. A Sachsenhauseni lágerből visszavittek a központi táborba, és onnan vittek el bennünket, és ürítették ki az egész lágert. 20 ezer, 15 ezer, 85 ezer, mennyi ember volt. Az utolsó sort lőtték, úgy, hogy amikor mi mentünk, akkor tudtuk, hogy merre kell menni, mert a hullák, ahogy voltak, mutatták az utakat, így mentek a hullák is. Tehát tudtuk, hogy balra kerülött a hullá arra megy, a hullák arra vannak, és arra kanyarodtak a hullák. Tehát ahogy lőtték, az útnak a megfelelően lőtték az embereket is. És akkor jött a barátunk, akivel úgy szegényke csatlakozott hozzánk, már lágerbe és már oda bent is. Csak az karon fogta, mert nem bírta már. Nem volt idős, 32-3-4-5 éves ember volt, de hát ott az egy nagy kor. És akkor karol fogtam, fölkaroltam, meg húztam, és akkor mondta a Pali, hogy tedd le, már nem jó.
És akkor mondtam, nem én ezt viszem. Nem is tudom, hogy volt merszem mondani, nem én ezt tudom. Hát azt mondja, akkor te is mellé kerülsz. De úgy gondolta, hogy ő is se fogja bírni, hogy én sem bírom. Mondtam, bírom, nem bírom. Nem, valahogy nem fért össze, hogy én most nem tudok egy embert. Sőt, az Ervin is mondta, Edgár, ne, gondolom, hogy a papáját kell majd segíteni, de a papája kellett segíteni, de ahhoz, hogy 60 éves volt, úgy ment, mint a nyúl, ahhoz képest. Ez nem bírom, a nyam-nyam gyerek volt az olyan, jaj, mi lesz, jaj, mi lesz. A lágerben is mindig nyafogott szegény, hát ilyen alkata volt. Egyszer volt egy pihenő, és akkor egy olyan faházba préseltek be, a szó legszebb, amit préseltek, és akkor nyomták az ajtót, hogy mit tudom én, hány száz nem kerültünk abba, valahol kocsi szín lehetett, mit tudom én. És úgy bevágott a fejemre a gumibotjával, mert nem tudtam miatt, hogy tényleg láttam, hogy fejbe vágnak, akkor látod a csillagokat is. És szoktam úgy vágni, hogy látod, akkor tényleg tudtam, hogy valaki tapasztalatot elmondta, hogy vágják a csillagokat, láttam. Hajnalban újra kikergettek, akkor mentünk, nem mennegéltünk, hanem mentünk, futottunk, és elkezdtünk egy erdőbe, hatalmas erdőbe, ott volt a pihenő. Ott lehetett pihenni is, ott maradtunk kb. 3 napig. Jött a Vöröskereszt, és hozott egy csomagot, Vöröskereszt úgy adta ki a csomagot, hogy 4-5 ember ezt kapja ezt a csomagot. Tehát úgy is voltak olyan truppok a sorban, amiben. De hát ott étlen szomjan voltunk, a csomag az kicsit előbbre, kicsit hátrebb volt a csomag. És azt mondja az egyik srác, akivel együtt voltunk, a négyen ott, hogy meg kell enni füvet. Megtudtuk azt, hogy a Lübeg felé akartak már minket vinni, a tengerpartra, és ott már vártak azok a hajók, olyan teherhajók, vagy mit szóval, beszorítottak volna bennünket, és ott fölborították volna a hajót, és belefulladtunk volna a tengerbe. Ezt így, igen, mert az ezer se tagadta nagyon, hogy ez a terv. Mert agyonlőni nem tudtak bennünket, mert túl nagy zaj lett volna, nem akarták, hogy az SS nem akart, hogy... És mi nem mentünk, mondtuk, betegek vagyunk, nem. Tényleg én kimerültem az Imrének a cipelésétől, Ervin is azt mondta, és a papá is azt mondta, ebből elég volt. És gondoltuk, hát a hagynak én, hát most már vége van lassan a háborúnak, hát jelentkeztünk, hogy mi nem megyünk el, maradunk. Jó, azt mondja, akik maradnak, akkor ha ott van a hajdő széle, sorakoznának, hát ott egy ilyen hajolás, nem tud. És akkor megbeszéltük az Erménnel, meg a barátommal, hogy fogjuk egymást kezdeni, és mikor jön a sortűz, akkor eldobjuk magukat, hát ha sikerül eldobni. Hát ezt nagyon szépen kidolgoztuk, felsorakoztunk négyesbe, aztán 16-an voltunk összesen, kb. 3-4 sor volt, hát a többi nem elment. És mondta, hát hülyék vagytok, úgyis agyonlőnek, és agyonlőnek, nem lőnek, nem tudom. Maradtunk. A fegyvercsapi elvonultak a lágeresek, a fegyveres, mi meg ott maradtunk. Jött az, ott felsorakodott az SS, és csattogtak a izék, hogy majd csattogjam. Tudja, amikor csattogják a fegyvert, a csapért. Felsorakoztak a lövésre, és egy hajlott hátú idősebb SS-tiszt magasabb parancsnok lehetett áldozni. Süket. Nagyon rosszul hallok, aptítan lelépnek. Lehet, hogy úgy, hogy ne egymást lőjék, mert ugye akkor még egymás mellett, egymásra egy is volt meg, mellettünk is volt, szóval így álltunk. Mi egy és fél alatt vártuk, lestük, hogy jönnek-e, vagy nem jönnek. Ahelyett, hogy bementünk volna az erdőbe. És így felszabadultunk. Volt a híre annak, hogy ez az SS parancsnok, aki egy idősebb pasi volt, megalkotott a Vöröskereszttel, hogyha bennünket nem ölnek meg, mint betegeket, nem ittam én, akkor ő Párizsban, nem tudom miért pont Párizsban, elintézi, hogy megmondja, hogy a betegeket nem lőtték agyon, megbeszélt a parancsnokkal, és annak ígéretében, hogy akkor ők mentesülnek az októl. Mert hát ez halál lett volna nekik is. Így kerültünk mi szabadlára. Bementünk a faluba, ami belenőtt az erdőbe. Bülovi erdő, csak a falut hívják Mistoknak. Bementek a faluba, hát az első két házban megnéztük, benne is mentem, gyönyörű tiszta istállóvágban, szalma, füstszalma, felszórva, minden tökéletes volt. Szinte hotel igényeket melegített, de istálló volt, és a többen bekerültünk a szalmába, sokat bementek, na hát megnézzük, mi van a faluba, hát nem volt sok ház, mert mondtak, az Ervin mondta, hogy
gyerekek, meghaltok, mert most enni nem szabad. Ennyire a leépült szervezetnek nem szabad enni. De másnap így léptem át a hullákon, akik ettek. Következő, két napig voltunk ott a listálóban, és akkor jött egy orosz, egy Opel kadett, de azt hiszem orosz kiadás volt, és őt kövér tábornok szélt ki belőle, egy hasonló madame, hasonló hölgy is katonanő volt, az is tábornok, lehet, hogy nem volt tábornok, de a pasi tábornok. Kérdezte tőlünk, hogy hol vannak az SS-ek? Hát a jogodó kérdezi, hol vannak, én azt nem tudom, örülök, hogy nem is látom őket. Hát aztán valahogy megértettük egymást, mert én perfekt német, ő meg perfekt orosz volt, úgyhogy nem találkoztunk. Azt mondja, hát itt van a Vistoki repülőtér, katonai repülőtér, ott kórházban, oda menjenek be. Hát oda bebendokoltuk a kórházban, mindjárt katonák akartak adni nekünk ilyen gulyást, és pont látott egy katonanő, elkezd visítozni, meg gyilkosok vagytok, hogy mentek adni ezeknek, nem szabad elni. Bevittek egy szobába, mind a négyen voltunk, vagy öten, és akkor külön őrtet, oda nehogy bejön, mert a katonák megsajnálták bennünket, ahogy mi kinéztünk, nem csodálom, hogy meg. És akkor, hogy nem szabad enni semmit, utána bejöttek egy ilyen, nem tudom, ismeri ezt a Weidlingot, ilyen mosogató edényekben emberek mosogatnak. Az egyikben víz volt, azt mondják, ezt lehet inni, azt lehet egy kanállal enni. Kalcium volt, a másikban cukor volt, kristály cukor volt. Ez volt 3-4 napig a kosztunk. Oda tett egy őrt, nehogy mást együnk. Semmit más nem szabad, mert meghaltok. Hát mi sejtettük, hogy ez tényleg úgy volt, így is volt. Ott voltunk körülbelül 3 hétig. Nézze, egy olyan pszichózisban, amiben akkor volt az ember, amikor más nem látott, csak hullát, és a hulla mutatta a sort, hogy merre kell menni. Amikor más nem látott, csak tak, tak, amikor elsőt a pisztoly. Amikor más nem látnak, arra csak üvöltözés, tedd le, puf, puf, puf. Más nem, éjszakában, a nappalban, a sötétségben és a világosságban. 15 vagy 25 ezer ember jött gyalog. Egy úgynevezett halálmarsó, ezt úgy jegyezte föl a történelem. Ebben a halálmarsban jönni utolsó sorban, mint én voltam, ez a fogolytársammal, a Dimire és az Ervinnel és a papájával, ez nem is kötött le bennünket, az, hogy ezt túl kell élni. És azért adott nekem erőt, hogy ezt a srácot megmentsem, hogy hát nem akarok azt, hogy hát ha bírom addig. És bírtam. De annál tovább a ledőből úgy éreztem, hogy nem bírom. Mert mikor lepihent az ember, akkor kitör a fáradtság, hogy akkor ilyen fáradtság. Gondolj el, hogy alig hagytam el, cipelni, hozni, emelni, karolj belém, én karolj belém. Minden. Ez így ment, mit tudom én, hány kilométeren keresztül. Kiderült, hogy édesapám, édesanyám megúszta, bár kivitték a Dunapartra őket, minden esetre vissza. Két alkalommal kivitték, mind a két alkalommal visszahozták őket, nem lőtték agyon őket. Valaki ott volt azok között, aki elintézte azt, hogy ne lőjenek senkit se agyon. Hogy ki, azt nem tudom. Ott, ahol a cipők vannak, körülbelül ugyanolyan mázli volt a szüleimnek, mint ahogy nekünk. Hát itt a vége, fuss el végre.